Beszélgetés után most elindulnánk bankot gyalázni, elég sok bank van, és ez idő kell ahhoz, hogy végigmenjünk az összes bankon. Igen, végiggyalázzuk az összes bankot. Még az elmű beszédhez annyit fűznék hozzá, hogy engem is átvert a bankom. Ismételte megint, de én nem, ja nem, igen, engem is. Azt mondta nekem, hogy egy hónapon belül kiküldi az elszámolást. Tehát megint csalt, a mai napig nem küldte. És azt mondja, hogy fizessek minél többet. De még adjam oda az eszközkezelőnek a lakásomat. Hát a nagy szart nekik. Azt nem kapják, az biztos. És minél többet fizetnénk, annál több a követelés. Tehát ez abnormális, gyerekek. És ez tényleg azt nem... Amik itt vannak, ez egy se fizet. Nem, hát nem kell, nem fizetünk. A csapot el kell zárni, és nem kell fizetni. Ennyi. Aztán a pénz hiánya, a bank halála. Aztán ezeken a bankok, bankhelyeken, illetve a székházuk helyén meg zöldségbolt fog majd nyílni. Úgyhogy innen takarodjanak a városunkból is. Így van! Most akkor elindulunk, mert elég sok ilyen mocsok van, és végig kell ugye ragasztanunk, és véleményt nyilvánítanunk. Tehát én azt gondolnám, hogy ha még akar valaki szólni, akkor nyugodtan tegyenek, de aztán akkor induljunk is el, és akkor tegyük meg a vélemény nyilvánításunkat a többi mocsoknál is. Én ennyit szerettem volna. Ja, Katina. Köszönjük Petának az invitálást, természetesen követni fogjuk. De felhívom a figyelmet, akik civilben és hallgatólagosan itt állnak mellettünk, szimpatizánsok, jöhettek velünk. Sőt, megfoghatják a mikrofon, elmondhatják ők is a véleményüket, és csatlakozhatnak hozzánk. Minél többen vagyunk, annál erősebbek vagyunk. Soha nem adjuk fel. Így van, és megvédjük egymást. Jó, nekem az lenne a nagy kérdésem, hogy a végrehajtókat is most már egyenes útra kéne téríteni, vagy észre téríteni. Lezárulta a pénzemet, tegnap elült a bankkártyámat, és nála van 30.100 forintom, én nekem az pénz, a gyerekeknek nem tudok venni ennivalót. Gyűjtöm a 2 forintos dobozokat, és a hasára jut, akkor adj oda 31.000 forintomat. És tegnap be akarok menni hozzá, ütvénfogadás nincs, pedig délután kellett volna szünetel. Mi az, hogy én dolgozok délelőtt, délután nem tudok hozzá bemenni, mert a Fehér Dániel, megnevezem, majdnem a rendőrség eszembe van az irodája, nem képes kinyitani az ajtót. Hogy megkérdezem, uram, fölölte a kártyámat, de mikor teszi rá a kis pénzt? Nekem 30.000 forint pénz, nem tudom menni ennyi valót. Egy szemét mocskos alak, bementem hozzá kedden, amúgy hiten, olyan nyersen, genyesen beszél, majd ha akarom, fölöldöm, azt mondja, jó, lejárt most a 30 nap. De mikor teszi rá pénzt, kérdezem? Ő tartozik nekem 31.000 forinta. És én meg nem tudok enni valót menni. Ő könnyen veri a nyálát, megvan a havi fizetése. És akkor most bíróságra, panasznapra fogunk menni, mert ma van panasznap, majd talán a bíróság megpergeti. Mocskos szemét, ennyit szerettem volna. Kötelettek itt! Valami fogta! Nem veszik hozni! Nem hangsúlyozni azt, hogy nem hagyjuk magunkat sem megfélemlíteni, sem lerázni, sem megalázni. Hajrá! Én csak annyit szeretnék mondani, hogy menjetek nyugodtan plakátolni. Kettő főnek kellene itt maradni. Te vagy a rendező, bejelentett rendező. Megvan a két fő, jó? Két fő maradjon itt. Egy, hogy őrizze az autókat és a... Jó, az őrizze a technikát, és akkor a többiekkel pedig akkor menjünk plakátolni. Nem mondod a sorrendet, hogy melyik bankokhoz menjünk, és szépen legyünk. Azt mondod el, hogy aki bemegy, az a demonstrációból kiválik, az nem demonstráció. Bankban nem demonstráció. Jó, igen, persze. Még annyit szeretném bocsánat elmondani, hogy ha elmegyünk bankot gyalázni, illetve vélemény nyilvánítani, aki kiválik a demonstrációba, az bevehet ügyfelezni. Tehát akkor azok ugye csak ügyintézni, bocsánat, ügyintézni. Mi meg ugye megyünk vélemény nyilvánítani. Tehát aki akar, bevehet ügyintézni. Mi azért mi megyünk, ugye mi nem várunk a demonstrációba, mi megyünk tovább vélemény nyilvánítani. Akkor ennyit szerettem volna, hogy mondani. Jó. Oké. Okay. Jó.